Ezek a felvételek John Fitzgerald Kennedy amerikai elnök halálakor készültek. Ez a politikai gyilkosság a történelemkönyvekbe az egyik legjelentősebb vezető életét kioltó merényletként vonult be. Azonban nem ez volt az egyetlen olyan gyilkosság, aminek áldozata az Amerikai Egyesült Államok elnöke volt. A 19. század végén, az amerikai polgárháború vége után megölték Abraham Lincoln elnököt. Erről a témáról tartott előadást Háner Péter, nyugalmazott egyetemi docens az érdeklődőknek a Wosinski-Mór megyei múzeumban Szekszárdon. 1865-ben, amikor John Wilkes Booth, a híres színész, a Ford Színház színházi páholyában hátul fejbe lövi az Egyesült Államok elnökét, aki éppen most fejezte be győztesen az amerikai polgárháborút. Minden józan ember tudta, hogy nem érdemes megölni egy választott tisztviselőt, mert akkor a következő lép a helyére az alelnök, ugyanabból a pártból, ugyanolyan politikával. Ez egy magányos, őrült akciója volt, aki bosszút akart állni a déliért, aki minden személyes problémájáért Lincolnt okolta, és aki tulajdonképpen többet ártott vele az általa imádott vesztes délnek, a szolgatartó délnek, mint amennyit használt, mert ezzel félreállította azt a nagylelkű személyiséget, aki nagyon nagylelkű békét akart kötni a déllel. Ehelyett lett egy ilyen hosszú, 15 évig elhúzódó rekonstrukciós időszak katonai megszállással, politikai jogok elvételével. Abraham Lincoln volt az az elnök, aki levert az amerikai polgárháborút, ami az északi és a déli államok között zajlott. A háború végeztével az elnök megkönnyebbült, de nem élvezhette sokáig a győztes dicsőségét. A politikusok körében rengeteg ellenfele volt Lincolnnak, mert egyeseknek túl radikális volt, másoknak pedig túl békés. De mindenkit megrázott az eset. Azt mondanám, hogy a nem ölt senki a déliek körébe sem, mert tudták, hogy ez csak a bosszúvágyat erősíti fel éjszakon. A nyugalmazott egyetemi oktató szerint néha egy kis dolog is elég ahhoz, hogy nagyobb konfliktust szüljön, így volt ez az első világháború kirobbanása előtt, vagy Kennedy elnök meggyilkolása előtt is. Néha nagyon kicsi dolgok is okozhatnak hatalmas következményeket, akárhogy is keresjük első világháború okait, ott tényleg azt találjuk, hogy lépésről lépésre, különösebb, mélyebb konfliktus nélkül a nagyhatalmak belehajszolták egymást a gyilkosság miatt. Ez fontos következménye volt. Hát ennek a gyilkosságnak olyan nagy következménye nem volt, minden esetben megnehezítette észak és dél kiegyezését, még egy nemzedék kellett hozzá. Igen, ő volt a negyedik elnök, ezt úgyse hiszik el nekem, ha elmondom, hogy mi a történészek véleménye. Minden történész egyetért abban, hogy ezt egy magányos gyilkos tette Lee Harvey Oswald egyedül. Soha történelmi eseményt nem dolgoztak föl ilyen mértékben. Ha azt mondom, hogy maga a kormánybizottságok, a Warren bizottság jelentése 28 kötetes volt, azóta soha jelennek meg az elemzések. A legutóbbi könyv 2006-ban az 1600 oldalas volt, és már lemezen volt rajta 1000 oldala jegyzet. Ezek mind ugyanoda lyukhatnak ki magányos őrültgyilkos. Senki sem hiszi el. Ez a történészeket óvatossága intéti, mert hogyha a világ legjobban kivizsgált eseményét sem hiszik el az emberek, miért írnék el a többit? Vannak olyan internetes források, amik azt mondják, hogy a két esemény között rengeteg párhuzam sorolható fel, azonban Háner Péter ezt megcáfolná. Szerinte felejthető dolgok azok, amik mindkét gyilkosságban azonosak voltak. Lehet, hogy a két gyilkos nevei azonos számú betűből állnak ilyenek, ami tényleg meglepő és furcsa, de azért nem túlzottan mély. Van interneten kering egy ilyen kérdés-felelek sorozat, hogy a meglepő hasonlóságok Lincoln és Kennedy meggyilkolása között. Hát erre azt tudom mondani, hogy van közte néhány meglepő hasonlóság, aztán csomó, ami nem is olyan meglepő, mind a kettőt főbelőtték, hát akit be akarnak ölni, annak nem a lábára céloznak. Mindkét gyilkosság pénteken történt, ez igaz, ilyenek, de amikor oda jutunk ki, hogy a Lincoln titkárnőjét Kennedynek hívták, és Kennedy titkárnőjét Lincolnnak hívták, ebben csak az egyik igaz Kennedy esetében, mert Lincoln korában még nem voltak titkárnők, hanem férfiak voltak a titkár, és nem Kennedy volt a nevük. Azt pedig, amikor fölhozzák, hogy is van legutolsó hasonlat, legutolsó párhuzam, hogy Lincoln a halála előtt, igen, a Marylandi Monroe államban volt, a Maryland állambeli Monroe városban volt, van ilyen város, de nem járt ott Lincoln, Kennedy pedig Marilyn Monroe-val volt. Ez nagyon jól hangzik, csak éppen Marilyn Monroe halott volt egy évvel korábban, úgyhogy van némi érdekes hasonlóság, de nem olyan mély és nem olyan fontos. És az sem elhanyagolható, hogy a két politikus pályája a gyilkosság előtt teljesen más íven futott. Háner Péter szerint ezért sem lehet igazán összehasonlítani az Abraham Lincoln ellen elkövetett merényletet a Kennedy gyilkossággal. Azt mondanám, hogy a Lincoln esetében egy bevégzett politikai pálya végén
ölnek meg valakit, aki tényleg győzelemmel vitte a kormányát egy rendkívül veszélyes belpolitikai helyzetbe, aki belebetegedett ebbe az 5 éves háborúba, és maga is aktív szerepet játszott abba, hogy ezt gyorsan zárják le, és nagy lelkű békével fejezzék be. Kennedy inkább csak ígéret volt. Szóval Kennedyt a halálán kívül nem nagyon tudjuk felruházni semmilyen más teljesítménnyel, de szép volt, fiatal volt, csinos volt, megölték, ezért ő is legendás személyiség lett. Lincoln az első 3 elnök között van a történészek szerint, az legnagyobb az Franklin Delano Roosevelt, ő a második, és Washington szokták a harmadiknak nevezni. Kennedy valahol a lista alján, de legendaként ő is mindig az élen van, tehát természetesen. Én azt mondanám, hogy nagyon sok politikai gyilkosság pont az ellenkezőjét élje el annak, amit szeretne. Tehát ez a gyilkosság, Lincoln gyilkossága, ez a délt akarták megbosszulni, éppen megnehezítették a vesztes dél helyzetét, és éppen gyűlöletet ébesztettek az északiak körébe a déliek ellen. A Kennedy gyilkosság hát egy isteni személyiség emelte ezt a valljuk be, nem túlzottan jelentős elnököt. Erzsébet királynő meggyilkolásának sem jelentősége nem volt, de megnövelte Erzsébet királynő legendás személyiség jellegét. Jean-Paul Marat, ugye Charlotte Corday ölt meg a kádjában azért, hogy megakadályozza a terrort, ezzel éppen élveket biztosított a terror híveinek. Nagyon sokszor az ellenkezőjét élik el a politikai gyilkosságok végrehajtói, mint amit szerettek volna. Politikai gyilkosságok a történelemben korábban is előfordultak, mondja Háner Péter, csak az információ lassabb terjedése nem tette lehetővé, hogy akkora visszhangot kapjanak, mint a Lincoln vagy a Kennedy gyilkosság.